Így bizony, úgyhogy adom is a pezsgőt. Elfogy ez ma, vagy majd vasárnap összegyűjtitek a hármat, aztán majd megisszátok közösen? Ma biztos, nem, azért le lenne harapva a fejünk. Na, a vége azért nagyon sikerült itt, amikor jöttél be a második harmad végén, akkor eléggé lehorgasztott feje jöttél te is, meg a játékosok is, és volt fejmosás, mint ahogy ezt itt megjósoltad? Természetesen, az edzőt ismerjük, nem, ez az első szezonja, első tornája velünk. Tudtuk, hogy mi lesz, és hát azt is tudtuk, hogy a harmadik harmadban nem úgy fogunk játszani, hogy a második. Én azt gondolom, hogy egy ilyen közönség előtt élmény játszani, és hát ami ugye április óta ér benneteket itthon, az azért nagyon-nagyon jó dolog. Hogy telt itt ez az időszak nektek? Volt egy kis pihenés, aztán vissza kellett menni Franciaországba, ott is jól játszottok, szóval gondolom ilyenkor nagyon-nagyon jó dolog jégkorongozónak benne. Természetesen ott az elején volt egy kis pihenés, volt egy kis ünneplés, de utána kezdődik a munka azért, mert télen látnak csak jégen minket, az nem azt jelenti, hogy nyáron nem dolgozunk, csak akkor a száraz edzése ki a szerep, úgyhogy bízok benne, hogy folytatódni fog a felfelévelő tendenciánk, és megyünk előre. Ez a különbség, ez túlzó a két csapat között, hogy van ekkora, hogy a 9-1-re nyertetek, ez egy nagyon sima meccs volt, még úgyhogy belefért ez a második harmadbeli kicsit visszafogottabb játék. Szerintem, hogyha 100%-osan állunk hozzá mind a három harmadhoz, akkor lehetett volna nagyobb is, de itt nem az volt a cél, hogy most kihagyjuk magunkat az első meccsen, hanem próbálunk tartalékolni a másik kettőre. Két keményebb ellenfél következik, rögtön Horvátország holnap. Hát ővelük Szaporóban összehozott a sors benneteket, és ugyan megvolt a győzelem, de te is mondtad, meg nagyon sok mindenki mondta, hogy azért ott látszott, hogy a horvát hoki nagyon-nagyon nagy fejlődésben van. Mit vártok a holnapi mérkőzéstől? A holnapi meccs elég taktikus lesz, valószínűleg ők be fognak állni védekezni, át kell törnünk a védelmüket és apró gólokkal megzavarni őket. Igen, elég sokat fejlődtek, szerintem köszönhető ez az edzőknek és a jó taktikájuknak. Talán az elmúlt jó pár évben, most Szaporóban volt az első olyan meccs, amikor szorosat sikerült velük játszani. Köszönöm szépen, visszaengedlek a csapathoz, gratulálok még egyszer, és csak így tovább, hasonló folytatásban bízunk, kedves nézők, én a jég széléről köszönöm szépen a figyelmet, a Szomos Máté Pál és Pirel István, egy viszontlátásra.